A Szabadkai Katarina idén nem tud elmenni nyaralni, de úgy gondolja, hogy az utalvány nagy segítséget nyújthat. Szuper lett az átos találkozó, nekünk most, de ide, és tudom, hogy iszkor iszti tej váucserka dobije. Mi mili kako to već ide. Ja sam zaposlena i u stvari radim. Aki megteheti, hogy nyári szabadságát pihenéssel töltse, azoknak nagy része még mindig külföldön, tengerpart mellé szeretne eljutni. Most azonban évről évre egyre népszerűbbé váltak a belföldi utazások is. Az utalványoknak köszönhetően sokkal többen szeretnék felfedezni Szerbia rejtett szépségeit is. Az idősebbek belföldön az üdülő városokat, fürdőhelyeket keresik fel szívesen, míg a fiatalok inkább az aktivitást, a túrázást, a hegyek, illetve a folyók nyújtotta lehetőségeket részesítik előnyben. A cél az, hogy a turista, a potenciális utas, a turista az ne külföldön, hanem belföldön utazzon, tehát belföldön maradjon valójában a pénz, az az összeg, amit külföldön is akár elköltene, és továbbá az is, hogy promotáljuk a belföldi utazásokat, illetve azokat a turisztikai központokat, amelyek egyre jobban fejlettek és egyre jobban frekventáltak. Szerbia külföldi turistákat is egyre inkább vonza. Stávunk Magyarországról érkezett látogatókkal futott össze. Egyrészt hát nyilván Szabadka városnak elsősorban a belvárosi részére volt igazából időnk érkezésünk, a másik a Palicsnak, meg hát az a természetes szépsége, meg az a látnivaló. A szerb idegenforgalmi miniszter szerint ahhoz, hogy Szerbia több külföldi turistát vonzon be, növelni kell a gazdaságát és javítani kell a fürdők idegenforgalmi kínálatát. A szerbiaiak nagy érdeklődésére való tekintettel pedig a kormány további utalványokat bocsájt ki. Obezbedila dodatnih 100 miliona dinara za novi 20.000 vouchera da bi se akcija produžila do 15. oktobra kako smo i predvidjeli. Inače smo morali da završimo već 15. augusta jer bi svi voucheri bili praktično podeljeni. Najveći deo korisnika tih vouchera ide u naše banje. Eddig 73 ezer utalványt adtak ki, a felhasználók nagy része valamely szerbiai gyógyfürdőbe megy. Az utalványokat zömmel nyugdíjasok igényelték. Azután azok a dolgozók, akiknek a bevétele nem haladja meg a 60 ezer dinárt, valamint a munkanélküliek. A mezőgazdászoktól 71 kérelem érkezett.